világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója. No, hát jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggelit a 90.9 Jazzy Rádió Nács Gáborral. És Mihálovics Andrással. 8 óra 15 van, az SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0-30-20-10-9-0-9. Ezzel lehet kontaktálni a műsor készítőivel. No, hát nem csak Magyarország, hanem egész a Európa le van maradva a világ többi részéhez képest digitálisan, és hát nagy nekibuzdulások vannak arra vonatkozás, hogy hogyan fogunk ezen változtatni. Igen ám, de mi van, nincs elég informatikus. Úgyhogy erről fogunk most beszélgetni, az informatikus hiányról és annak a megoldására. Dr. Solymár Károly Balázzsal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkárával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Annyi számot, de annyi számot lehet hallani, hogy mennyi informatikus hiányzik Magyarországról. A minisztérium mit tud? Ja, alapvetően kétfajta felmérés van. Az egyik azt mondja meg, hogy most éppen aktuálisan hány nyitott álláshely van. Uh-huh. Ez is egy fontos mutató. Jelenleg 9000 nyitott informatikus álláshely van Magyarországon. De alapvetően van egy másfajta adat, és ez sokkal izgalmasabb, hogy egyébként nyilván projekteket adnak vissza a cégek akkor, hogyha nincs elég informatikus, ezért meg sem hirdetnek már állást, hiszen a projekt sem jön létre. Van egy olyan mérőszám, hogy a következő 2 évben egyébként mennyi informatikus tudna felszívni a piac, hogyha normálisan tudna növekedni, tudna projekteket adni. De azt mondjuk, hogy a következő 2 évben mintegy 44 ezer IT szakember hiányzik a munkaerőpiacról. És ez azért érdekes, mert 2-3 évvel ezelőtt volt egy korábbi kutatás, hasonló módszertan szerint akkor egy 22 ezer főre tettük ezt a hiányt. Tehát ez is azt mutatja, hogy ahogy az informatika, ahogy a digitalizáció fejlődik, és nem önállóan fejlődik csak mint ágazat, hanem mindenhol jelen van, így megduplázódott gyakorlatilag 2 év alatt ez a kereslet, és ez az ütem, ez vélhetően a következő években is így fog folytatódni. Hát valamit tenni kell, és hát gyakorlatilag ez nem gondolom, hogy csak minőségi hiány, hanem mennyiségi is lehet, ugye? Így van, mind a kettőről szó van. Tehát egyrésztről az a célunk, hogy minél többen választják ezt a pályát. Valamilyen szinten tanuljanak informatikát. Az elsődleges célunk egyébként, és erre indítottuk a Programozd a Jövőt elnevezésű programunkat, elsődleges cél az, hogy minél többen egyetemen végezzenek. Hát egyetemen tanuljanak informatikát, mert azt látjuk, hogy azért az állásajánlatoknak a 2/3 egyetemi végzettséget kíván, és ezeknek is egy jelentős része mester képzettséget. Tehát bár minden szinten szükséges van az informatikai tudásra, igazából azok döntenek jól, akik már az egyetemi irányt választják időben, megszerzik a mesterképzést, és így gyakorlatilag évtizedekre egy nagyon komolyan prosperáló munkát tudnak maguknak biztosítani. A fizetést is értem ez alatt, jól fognak keresni, illetve folyamatosan izgalmas és új feladataik lesznek, és lesz rájuk szükség. Tehát azt gondolom, talán a harmadik a legfontosabb, hogy ez egy élethosszig tartó igény. Ez nem olyan, hogy egyszer csak majd már nem kell informatikus. Tehát én azt gondolom, hogy azok döntenek, hogy akkor egyetemi végzettséget szereznek, és ezt a pályát választják magyarul. Minél többen jelentkezzenek egyetemre. Ez az elsődleges célja a programnak. A második célja pedig az, hogy aki már az egyetemre bekerült, az végezze is azt el, hiszen óriási a lemorzsolódás. Igen, no, az egyetemi képzéssel kapcsolatban azért a képzésben résztvevők 2 dolgot azért szoktak mondani. Az egyik az, hogy mire beépül az egyetemi tananyagba az a bizonyos tudás, addigra pont elavul, mert hogy a számítástechnika az olyan gyorsan nő, hogy ezt nem tudja lekövetni az egyetemi képzés. Ez az egyik kritika. A másik kritika az egyetemi informatikus képzéssel pedig az, hogy nagyon hosszú ideig tart. Lehet, hogy azért nem is fejezik be sokan, mert már közben állást találnak, ugyanis akkor a szakember hiány.
Ezekről mi a véleménye? Mind a kettő egyébként igaz állítás, de mind a kettővel lehet valamit kezdeni. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy az informatikai tudásnak van két rétege. Van egy olyan átfogó alapozó tudás, ami nélkül hiába tudja valaki az új technológiákat megtanulni, az egy töredékes, puzzle-szerű tudás lesz. Tehát igenis szükség van arra az alapra, amit az egyetemeken tudnak nyújtani és produkálni, és erre az alapra kell megszerezni a napra kész ismereteket. Na most erre sokféle megoldás létezik. Az az irány, amit mi választottunk, az az, hogy maguk a cégek lépjenek kapcsolatba az egyetemekkel, tehát összehozunk vállalati egyetemi kapcsolatokat, és a vállalatok ösztöndíj programot indítanak, projekteket visznek be az egyetemekre, tehát gyakorlatilag megoldandó feladatokat visznek be, eszközt adnak hozzá, vagy maguktól, vagy a mi támogatásunkkal, borok jönnek létre, és ott a legkorszerűbb tudnivaló, a napi szintű korszerű tudást tudják a hallgatók megkapni. A program ez egy legfontosabb eleme, hogy amiért egyébként fizetnének a hallgató piacon, azok a kúrens képzések, amiket milliók végeznek a világon, azokat bevittük az egyetemre. Kiképeztük az oktatókat, a tananyagot megvettük, és megvesztük a vizsgát a hallgatók helyett. Tehát gyakorlatilag megkapják a széles körű alapozóképzést az egyetemtől, lesz egy stabil tudásuk, hiszen a napi újdonságokat is valamire kell építeni, ugyanakkor bevisz ezeket a kúrens képzéseket is különböző módokon, akár az oktatási licencek megvásárlásával, akár a laborok megépítésével, kialakításával, és közös vállalati egyetemi projekteknek a beindításával. Igen, ugye elhangzott, hogy ez a programozd a jövőt projektnek az elemei, de akkor ezeket vegyük végig. Illetve egy pillanatra visszatekintenénk, mert ugye mert hogy 5 éve megy már ez a program, tehát mi volt mikor benne, ami elindult, és amit már most látunk, illetve mi az, ami váltott, és a következő időszak, hogy visszakanyarodva akkor András kérdéséhez, hogy mi van még benne. Amit látunk már az eredményekből, az az, hogy az érdeklődés, a jelentkezők száma és a felvettek száma növekszik. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy most ezzel megoldottuk a problémát, hiszen ez a növekedés ez minimális, és jelentősnek nevezhető, de ahhoz képest minimális, hogy a piaci igények hogy nőnek. Tehát az biztos, hogy ez csak egy eleme a megoldás halmaznak. Ami az egyik legfontosabb javulás, és ez kifejezetten a programnak köszönhető, úgy véljük, az, hogy a mesterképzésre jelentkezőknek az aránya növekszik. Ugye pont az előbb elhangzott, hogy túl hosszúnak tartják az egyetemi képzést, tehát akkor gyakorlatilag BSC szinten ki lehet szállni, vagy akár még hamarabb valaki egy év után elhelyezkedik. De nem, azt mutatják a számok, hogy meghallgatják, megértik a hallgatók, hogy igenis a mesterképzésre is jelentkezni kell. Egyébként nagyon fontos, hogy valóban az lemorzsolódásnak, azon túl, hogy nem könnyű nyilván az egyetemi képzés, az is egy eleme, hogy megkeresik a cégek állásajánlatokkal azokat a hallgatókat, akik egyetemre járnak. Azt mondják, hogy fú, hát én már most tudok keresni, miért végezzem el az egyetemet? Azért kell elvégezni, mert igen, most tud keresni, de az a pályafutás, az a karrierív, amit egy éves egyetemi tanulmány után be tud futni, az egész más lesz statisztikailag nyilván, mint hogyha valaki egy mesterképzésen részt vesz. Persze vannak azok a példák, tudjuk azokat a zseniket, akik ott hagyták az egyetemet egy nap után, és milliárdosok lettek, de hogyha statisztikailag a nagy átlagot nézem, azt mondom, hogy szükség van az egyetemi végzettségre. A másik nagyon fontos, és ez egy közelmúltban tulajdonképpen az egyetemi vezetőkkel való beszélgetésből derült ki, hogy a lemorzsolódás az csökken. Mert a programot megelőzően 50% körüli, vagy akár még nagyobb 60%-os lemorzsolódási arányról beszéltek, tehát felvetteknek ekkora része egyszerűen lemorzsolódott, és most ez a lemorzsolódási arány csökken, tehát egyre többen fejezik be, akár a BSC-t, akár az MSC tanulmányokat. No, akkor vegyük sorra ennek a programnak az elemeit. Elhangzott, hogy vannak bizonyos hallgatói laborok. Ezek micsodák, hogy működnek, mit kell tudni róluk? A hallgatói laborok esetében ugye azt vizsgáltuk, hogy az egyetemeknek mire van szükségük. Kik azok a partnerek, akik esetleg már a régióban jelen vannak, akikkel már van egy jó együttműködés,
illetve azt vizsgáltuk, hogy melyek azok a végzettségek, képzettségek, amelyek a piacon kúrensek. Ezeket azonosítva, ezek nagy világcégeknek a megoldásai alapvetően, ezeket azonosítva beszereztük azokat a legfontosabb eszközöket egyrészt, amivel ezt a képzettséget meg lehet szerezni. Tehát itt adott esetben nem csak számítógépekre kell gondolni, hanem mondjuk olyan hatalmas hálózati eszközökre, amelyek az informatikai szolgáltatóknál, távközlési szolgáltatóknál működnek a gyakorlatban. Tehát egy ilyen félszobányi hálózati eszközt kell elképzelni. Az ehhez kapcsolódó szükséges egyéb hardverek és szoftverek, ezeket megvásároltuk, ezt hívjuk labornak. De ami még fontosabb ennél, hogy ott vannak a tananyagok. A tananyagokat kurzusba építve megszerzik, megtanulják a hallgatók, és utána levizsgáznak belőle. És szerzik azt a képzettséget, amit egyébként a világon bárhol elismernek, és ezt a bizonyos napra készséget biztosítja. Ez egy nagyon fontos elem, azt gondolom. Uh-huh. Meghívtunk vendégoktatókat, hiszen a másik fontos kérdés, hogy vajon azok a tanárok, akik az egyetemen tanítanak, és egyébként elsősorban tanítással foglalkoznak, ismerik a legújabb trendeket. Nyilván nagyon sokan ismerik, nagyon sokan nem. De hívjunk be olyanokat, akik elsősorban nem tanárok, hanem a piacon projektekben dolgoznak, ismerik a legújabb technológiákat, és erről kurzust tudnak tartani. Hívjuk be az egyetemekre, és hallgassanak erről a hallgatók. Gyakornoki program ugyanaz. Na, ezt akartam kérdezni, mert hogy ez még mindig az elmélet. És ugye a magyar felsőoktatás gyakran éri a nemzetgazdaságban helytálló cégek részéről az a kritika, hogy nem elég gyakorlatorientált. Hát ha valahol az informatikában, ez nagyon fontos. Világos. Nagyon fontos az, hogy olyan gyakornoki programot indítottunk a vállalkozásokkal közösen, amely biztosítja azt, hogy tud dolgozni tanulás mellett a diák, tehát el tud helyezkedni egy vállalkozásnál, de arra is figyelünk, olyan feltételrendszert támasztottunk a vállalkozások felé, hogy a hallgatókat ne vonják ki teljesen az oktatásból. Tehát meghatároztuk, hogy vizsgaidőszakban vagy szolgalmi időszakban maximum hány munkaórát végezhetnek. Tehát gyakorlatilag a hallgatókkal is megállapodtunk, hogy nem hagyhatják ott az idő alatt az egyetemet, és ezért természetesen ösztöndíjat kapnak, tudnak dolgozni és tudnak tanulni. Tehát ne vonjuk meg a plusz munkaerőtől, a munkaerőt a vállalkozásoktól, de ne vonjuk meg a tanulásnak a lehetőségét a diákoktól. Azt gondolom, hogy ezeket a célokat tudjuk a gyakornoki programunkkal biztosítani. Uh-huh. Láttuk, hogy vannak élményközpontok. Hát ez inkább a turizmusból ismert kifejezés nekünk. Ez hogy működik az informatikában? És mi a célja egy élményközpontnak? Ugye amellett, hogy a lemorzsolódás ellen dolgozunk, meg akarjuk szólítani azokat, akik pályaválasztás előtt állnak. Én azt gondolom, hogy az IT élményközpont a lehető legjobb mód erre. Itt arra kell gondolni, hogy profi eszközökkel berendezett és tanárokkal ellátott, tehát szakképzett pedagógusokkal ellátott helyekről beszélünk, ahová iskolai csoportok látogatnak el, és az ország minden táján, ugye jelenleg három ilyen központ van, de ott a régiót ellátják ezek a központok, ugye Győrben, Debrecenben és Budapesten. Elmennek az iskolai csoportok, és ott nem csak megismerkedhetnek a legkorszerűbb eszközökkel, és a digitalizáció mire képes, hanem ott játékos programozást tanulhatnak, robotprogramozás, algoritmikus gondolkodás játékosan, tehát azért hívjuk élményt, olyan élményt szereznek erről a területről, hogy egy pályaválasztásnál ez reményeink szerint bevillan. Jó emlékekkel távozik, kap valami képet arról, hogy egyébként ez a terület mi mindent jelenthet. Úgyhogy ez hasonlóan egyébként az iskolai látogatásoktól, amikor elmegyünk pályaválasztás előtt álló fiataloknál, és tartottam ilyen előadásokat, hogy beszélünk erről a területről, hasonlóan ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a gondolkodásukban, a felvételinél az informatikai területek elől legyenek. Ez milyen korosztály? Tehát ez már középiskolások, vagy már általános iskolásoknál? Általános iskolásokat és középiskolásokat is lehet vinni ezekre a foglalkozásokra. Természetesen ahhoz igazodik, hogy éppen mekkora a csoport és hány évesek, ahhoz igazodik maga a pedagógiai program.
Nyilván, ahol élesben merül lesz föl, azok a középiskolások, hiszen ott már nagyon közel van a pályaválasztás, de azt gondolom, hogy nem lehet elég korán elkezdeni, és számos, egyébként is számos olyan játékos programozást tanító foglalkozás létezik az országban, és egyre inkább támogatjuk az ilyen jellegű foglalkozásokat a középiskolásokban, általános iskolákban, ahol már kedvet lehet kapni ez a pályához, és akkor talán már nem is lesz kérdés a pályaválasztásnál az egyetemi kitöltési lap kitöltéskor, hogy milyen irányt érdemes választani. Arra a problémára reflektál ez a program, hogy azt mondják, hogy elmosódnak a különböző szakmák közötti határok. Tehát mondjuk, ha valaki az e-egészségügybe szeretne programozóként menni, annak egy kicsit talán érteni kell az e-egészségügyhöz, és mondjuk azoknak, akik orvosként, meg egészségügyi dolgozóként dolgoznak, egy kicsit informatikus fejjel is kell dolgozni. Tehát ilyen szakmákon átívelő problémaköröket, mert egy robotot például, vagy a mesterséges intelligenciát az élet számtalan területén lehet használni. Tehát, hogy erre ezt a problémát feloldja valahogy ez a program? Igen, nagyon fontos eleme volt, hogy interdisziplináris képzéseket alakítsunk ki. Tehát valóban manapság egyre inkább nem az ágazat maga keres informatikus, az IKT vagy infokommunikációs ágazat, hanem az agráriumtól, az iparon át, az egészségügyön. Szükség van olyanokra, nem feltétlenül programozók egyébként, hanem informatikához, digitalizációhoz értő szakemberek, akik egyébként az adott ágazatot is jól ismerik. Úgyhogy olyan képzéseket alakítunk ki, és ezekből konkrétan egyetemeken elindítandó képzési programok lesznek, amelyek például az agrárium területén képeznek informatikusokat, az ipari folyamatok támogatásában, az ipar 4.0-ban aktívan résztvevő informatikusokat képeznek, vagy akár gondolhatunk itt az e-egészségügyre is, amellett, hogy arra is szükség van, hogy bizonyos technológián, speciális rész technológiára reflektáló képzések induljanak, ahogy az IT-biztonság nagyon fontos, vagy a virtuális és kiterjesztett valóság, tehát egyes részterületeken is indítunk, és valóban ágazatokon átnyúló képzési programokat is kidolgozunk. Uh-huh. Jó, hát azt hiszem, hogy értjük a programot, és hát mindannyiunk érdekében sok sikert kívánunk ennek a lebonyolításához. Ránk fog férni ez a sok informatikus, aki kikerül onnan. Köszönjük szépen a beszélgetést! Én is köszönöm! Minden jót kívánunk a viszonthallásra! No kérem, az elmúlt percekben dr. Solymár Károly Balázzsal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkárával vitattuk meg, hogy mit kíván tenni a kormány az informatikus hiány ellen. Van egy program, programozd a jövőd, érdemes utána nézni, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven